azzal nem lehet alatt a rock beteszítmény is volt a részemről. Így van. Így van. Így van. Így van. Teljesen új. Lőtyi orsós hülyeség, ezt hangzottál? Így van. Nincs több? Majd közben eszemük, mert mondok. Jó. Oké. Sziasztok, kedves pergető horgászok! Fecskanerás István vagyok innen, a Voberek.com szaküzletből. És a mai száraz edzésünknek a témája, hogy... Szeretnék multizni, de nem tudom, hogy hogyan kell ezt egyáltalán elkezdeni. Én személy szerint semmit nem tudok erről a dologról, viszont itt van Mr. Multis úri, azaz Szabó Zoltán úr, aki ennek nagy tudója, és ő fog engem elkalauzolni a multis csodák világáról. Szia Zoli! Bocske! Jó! Fiúson, ne lányosan most már. Szóval most a felvetés azt, hogy elkezdeni multizni. Engem mindig is érdekelt a multizás, eddig még sose csináltam, egyszer sem dobtam multis tuccal. Sokat néztem a videóidat, nagyjából tudom, hogy amiket ott szoktál mondani, az a teszádból hitelesen hangzik el, viszont én semmit nem tudok erről az egész dolgot tényleg. Jó, hát az első kíváncsom az azon, hogy neked kell multizni. Most már minek? Erre a kis időre. Fagylaltot a fagyizóba, amikor gyűlöljük a pontot, hogy hát, ha mégis jó. Tehát ilyen célzottan nem kell kipróbálni a multizást. Tehát, hogyha szeretnéd kipróbálni a multit, akkor állítsd meg az első embert a vízparton, akinél ilyen van, kérd meg rá, és ott az már az egy input. Keresd meg azt a egyrészt, hogy mindig eszköz, amivel olyat tudnánk megcsinálni, amivel esetlegesen nem boldogunk egy másik eszközzel. Nekem azért nincsenek haverjaim, akik multiznak. Van haverod egyébként? Vannak sok haverjaim. Van még, aki veled szóba állt? Hát én is csak muszájból jöttem ide. Nem vagy az a haverom, aki muszájból eljött ide, és aki multizik. Senki nem multizik, viszont van egy elképzelés a fejemben, ami már régóta befészkelte magát. Én baltoni horgász vagyok, nekem a Balton a vizem, én ott. Add vele kölcsön, hogy ilyen pár hektár, tehát hogyha tiéd, akkor meg lesz ilyen. Bárki, aki oda megy és sejten a kérzés, vigyázz rá, én azt gondolom. Az egy mindent eldöntő szempont. Tetszik. Azért mondom, mert... Ha tetszik, ezzel nincs egy mit csinálni. Tehát ezzel ez olyan volt olyan, mint a csajozásnál, tehát most ránézzel a nőre, tudod azt, hogy tetszik vagy nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor mindegy, maximum nagyon később fog tetszeni megint, de normál esetben, tehát hogyha tetszik, akkor arra figyel. 10 évén nem használok stringet, tehát azért a löki orsos hülyeséget, ezt nem is tudom, hogy itt ki. De teljesen új. Löki orsos hülyeség, ezt hangzottál? Így van. A tengereken jó, mert ott a... Ez körülbelül olyan, hogy itt vagy, így ránézünk egymást, és akkor azt mondjuk, hogy férfi, hogy nem szakad, és azt mondjuk, hogy te más vagy, akkor én úgy gondolom, hogy te így első ránézés, hogy férfi vagy, a más az azt jelenti, amikor te rasszára érted valamilyen felvonulásod rózsaszín retikülbe tűsarkuba. Annyira jó fel, Zoli, nem? Az azt jelenti, hogy más. Egyébként az megint egy ilyen szóra harapok rá. Ugye akkor valahogy csináljuk ebből műsort, tudod? Ez pedig az, hogy a fejlődni. Azért mondom a fejlődni, mert vagy azért választottam ki ebből a mondatot, hogy ezt a szoktja fejlődni, mert nem olyan az értelemben gondoltam, hogy most előrébb lépszem egy ilyenre is forgász, hogy egy ilyen eszközre is elkezdtem a fejlődni. Azok az eszközöket, amiket használok, azok mindig amelyek a rendelkezésre állnak, és most ezt hívjuk a Voberek, amelyekbe gondolkozom, amit vezetni szeretnél,
arra kezdesz el fókuszálni, mert máshogy kell valamit használnod, ami még idegen a számodra. Mondd ki azt az idegen szavaknak a használatához Magyarországon, de az én esetemben biztosan nagyfokú szerencsesség szükséges. A lényeg szükséges. Szerencse. A lényeg az, hogy praktikusan úgy mondanám, hogy házas, ugye? Az. Na most hazamész érte és kipróbálod ezt, tehát hogy egy új megközelítésből fedezett fel az asszony, tehát hidd nekem, hogy működik. Ezt a koromért én már ilyeneket mondtuk, az én szakállam fehér, a tiéd még sosem lesz, úgyhogy de valóban így van ezt. Oké, én értem, és most már eljutottunk odáig, hogy az indokát, meg a valódi tényezőt, amögött, hogy az ember szeretne esetleg multizni, megközelítsük, nem csak az én számomra, hanem olyan emberek számára is, akik kacérkodnak a gondolattal. Zoli, 27 percre bejöttél elő. Én felvettem a biztonsági védőfelszerelést Zoli ellen egyébként, így senki nem látja, hogy elaludnék, de ígérem, hogy nem fogok. Tehát mennyi percünk maradt? Mert hogy igyekszel valahova? Rettetesen szaladok, hogy a gyakorlatilag öltözése, vetőzése, búcsúcsókkal együtt 15, úgyhogy hát lenyomjuk egy gyors minden lesz, aztán készen van. Oké. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy adtál nekem egy pár jó tanácsot, ígérem, megfogadom, és... Ne felejtsd, hogy hazamész az asszonyával. Zolika, csak téged foglalkozik, hogy bármi a problémája lesz az életem. Viszont ha nektek nem ilyen jellegű, hanem a multizással kapcsolatos bármilyen problémátok adódik az életben, és szeretnétek... És szeretnétek erről többet tudni, akkor keresétek a bogdarek.com-ot, de leginkább keresétek Mr. Varázsmákost, aki nem más, mint ki is. Mindegy, valami Szabó Zoltán, és ő biztos, hogy fog tudni nektek segíteni mindenben, ami ezzel kapcsolatos, és nagyon jó cuccai vannak, higgyétek el. Szerintem még találkozunk, mi biztosan, Zolika. Uram, Pacsi. Egy élmény volt, ismét. Részem volt, Cseresznye. Sziasztok! Sziasztok!